Itt épül majd meg az a gyalogátkelő hely, amelyet egy helyi vállalkozó alakított ki, Tolna egyik legforgalmasabb útján. Tantos Csaba szerint a megnövekedett infrastruktúra miatt elengedhetetlen egy zebra kihelyezése erre a szakaszra, hiszen egyre többen járnak az itt működő élelmiszerboltba, cukrászdába, pékségbe, hentes üzletbe, dohányboltba vagy patikába. Azonban az úttesten szabályosan csak majd 150 méterre lehet átkelni. Elég nagy lett itt a vonzás körzete ezeknek az objektumoknak. Erre már ráépítettünk itt látható is egy parkolót, aminek az átvezetését szeretnénk egy kicsit, hogy biztonságosabban történjen. Az önkormányzat is mellénk állt, a képviselők teljes létszámban politikai identitástól függetlenül. Az alpolgármestertől nagyon sok segítséget kapunk ez ügyben. Ő mindenben mellénk áll, és ebbe szeretnénk elindulni, ami nem könnyű. Itt a közvilágítással vannak problémáink, de úgy gondoljuk, hogy az is meg fog oldódni. A jogszabályi előírásoknak megfelelnek az elképzelések, már csak az engedélyezést kell végigvinni. A járda és a gyalogátkelő közötti szakaszt azonban már kiépítették. Ez akkor készült, mert mikor a parkolót építettük, akkor műszakilag le volt írva, hogy ezt meg kell csinálni, és én azt hittem, hogy már félig kész vagyunk így a zebrával, de még hát úgy látom a negyedén és a ötödén is tartunk. Itt a közvilágítás, ami sarkalatos pontja, de meg fogjuk valósítani. Úgy gondolom, még mindig olcsóbb, hogyha 1-2 millióért zebrát csinálok, mint hogy egy 60-70 éves embert elüt az autó. Nem ütött még el senkit az autó. Volt már balesetünk az útcsatlakozásnál, a zebránál, vagyis az átterelésnél még nem volt semmi, de úgy gondolom, hogy mindig olcsóbb egy pár millió forintot áldozzunk erre a biztonságos közlekedésre, mint hogy egy csípőprotézisnek a fájdalmait valaki is elviselje, hogyha elüti az autó. Ők a vevő köröm, és őket szeretném biztonságba tudni, mindenképpen. Bár még nagyon az elején járnak a projektnek, Tantos Csaba bizakodik, és úgy véli, még idén elkészülnek a zebrával, és nagyobb biztonságban közlekedhetnek majd az emberek Tolna ezen szakaszán.